Tényleg nagy szeretettel köszöntelek benneteket Jézus nevében, és ha Isten kegyelmet ad, akkor a Rút könyvét szeretném ma folytatni. Ugye a múlt héten megnéztük egy négytagú családnak a történetét, aki aztán menet közben hattagú családdá változott, és egy olyan érdekes sorson mentek keresztül, hogy a hattagú családból aztán újra háromtagú család lett, tehát ez egyszer szaporodtak, egyszer csökkentek, és azt láttuk, és az volt a múlt heti üzenetnek a lényege, hogy, és ezt a címet is adtam neki utólag, hogy nagyon fontos, hogy és szükséges az embernek a sorsát megélni, mert egyszerűen azt látom, hogy a gondolkozást, a hozzáállást, egyszerűen az egész lényünket úgy vagyunk megalkotva, hogy semmi más nem tudja megváltoztatni, és ezért ahhoz, hogy az ember megtanuljon alázatosan élni, szeretni, ahhoz, hogy az ember megtanuljon önmagán kívül mással is foglalkozni, ahhoz azt látom, hogy semmi más nem adatott, mint csak az, hogy megéljük a sorsunkat, kinek milyen adatot, ki mekkorát merít belőle, és azt látom, hogy ha valóban úgy éljük meg a sorsunkat, hogy tudunk bízni és reménykedni, függetlenül attól, hogy mi megyünk keresztül Istenben, akkor ez képes megváltoztatni a gondolkodásunkat is. A mai napon három hölgyet fogunk megnézni, ugye ez a hattagú család három tagúra csökkent, és férfi nélkül maradt a család, ott maradt Naomi, akiről ugye a múlt héten elég hosszan beszéltem, és ott maradt a két menye, a Rút, és a másik pedig az Orpa, akik ugye moábita lányok voltak, tehát a helyzetet az is bonyolította, hogy egy eltérő kultúrából voltak, eltérő vallásuk volt, ugye annak idején a Mózes törvényében nagyon-nagyon-nagyon világosan le volt szabályozva, hogy az izraeliták nem keveredhettek, és hát különösen nem is házasodhattak, és nem is élhettek együtt más származású emberekkel, és hát ide oda tartoztak a Moáb fiai is, és a Moáb lányai is. Ma a Rút könyvének az első részét a hetedik verstől szeretném folytatni, és néhány igét innen szeretnék felolvasni. És kiment arról a helyről, ahol volt, már a Moáb földjéről, és vele ment a két menye is. És mentek az úton, hogy visszatérjenek a Juda földére. És akkor Naomi azt mondta az ő két menyének útközben, menjetek, térjetek vissza Kiké az ő anyjának, apjának házához, és cselekedjen az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal, és én velem. Adja az Úr ti néktek, hogy találjatok nyugalmat, Kiké az ő férje házában. Megcsókolta őket, és nagy fennszóval elkezdtek sírni. És azt mondták neki, bizony, mi veled térünk a te népedhez. Naomi pedig mondta nekik még egyszer, leányaim, térjetek vissza! Miért jönnétek velem? Hát ugyan vannak-e még fiak az én méhemben, akik férjeitek lehetnének? Térjetek vissza, leányaim, menjetek, mert én már vénebb vagyok, sem hogy férjhez mehetnék, még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, még ha az éjjel férjhez mennék is, és szülnék is fiakat, ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan megtartóztathatnátok-e magatokat miattuk, hogy férjhez ne menjetek? Nem, édes leányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert engem talált az Úrnak keze. Azok pedig fennszóval, fennhangon sírtak tovább. És Orpa egyszer csak megcsókolta az ő anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Ő pedig mondta, íme a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez, és az ő isteneihez, térj vissza te is a te sógorasszonyod után. Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg én is, oda temessenek el engem is, úgy bánjon, úgy tegyen velem az Úr akármit is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta Naomi, hogy erősködött vele Rút, nem szólt neki többet. És mentek mind a ketten, amíg Betlehemhez érkeztek, és lőn, mikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk. Amen. Barátaim, egy nagyon érdekes történetbe keveredünk, és nagyon mély kijelentések vannak a Rút könyvében. Ugye a múlt heti kijelentésnek
Én nagyon-nagyon hangsúlyosnak tartom, hiszen azt látom, hogy ma az emberek azért esnek pánikba, mert különböző sorsot élnek meg, és arra lettek tanítva az elmúlt években, sajnos a felekezetekben, a gyülekezetekben is, hogy egy keresztény emberrel nem történhet rossz. Ha keresztény emberrel rossz történik, azzal egyenlőség jelet tettek az átokkal, és olyan dolgok ivódtak be az emberi szívekbe, a hívő szívekbe, a lelkekbe, hogy ma nagyon nehezen tudják feldolgozni, ha a sorsukba valami változás áll be. Ezért azt lehet mondani, hogy ma egy hisztérikus kereszténység alakult ki, amelyik nem bírja a kritikát. Ez a kereszténység nehezen viseli az Istennek a tanításait, ahogy mondja az ige, viszket a füle az Isten tanításaitól, nagyon nehezen viseli az Istennek az útmutatásait, nehezen viseli az isteni kijelentést, ezért az egyház egy látható, meg egy láthatatlan szerveződésbe tömörül. A látható az minél jobban különböző eszközökkel szeretné mutatni, hogy közte van az Isten. A láthatatlanról meg tulajdonképpen nem is tudunk, mert egyetlen egy dolog fontos csak számára, hogy az élő Istennel egy személyes, valóságos közössége legyen. És ezért ez a három hölgy, ugye, egy izraelita hölgy, a Naomi és két pogány, hát most már mondhatjuk, hogy özvegyasszony, akiknek biztosan megvoltak az isteneik, mégis tudjátok, nagyon érdekes, hogy Naomiban, ahogy múlt héten befejeztem, egy olyan változását be, amikor rádöbbent arra, hogy Isten nélkül él, Isten nélkül döntött, Isten nélkül formálták a sorsukat. Amikor erre rádöbbent, és amikor ezt megértette, akkor abban a pillanatban a szíve és a lelke visszafordult Istenhez. Tudjátok, nem olvassuk az igében, és múlt héten sem olvastam föl, hogy meghal a férje. Nem sokkal rövid időt mond a Biblia, ugye nem tudjuk ezeket az időket, lehet, hogy néhány hónap, lehet, hogy néhány év, nem tudjuk. De azt olvassuk, hogy meghal, és anyaként eltemeti a két fiát is. Testvéreim, ma az emberek ennél sokkal kisebb dolog miatt tulajdonképpen összeomlanak és összetörnek. És azt várná az ember, hogy azt olvassuk, hogy ez a nő meghasonlott, megtagadta az Istenét, azt várnánk, hogy ez a nő összetört, ez a nő mindenkivel undok lett, azt várnánk, hogy ez a nő elmenekül a világból, meg akar halni. És azt látjuk, ennek az ellenkezőjét látjuk, azt látjuk, hogy pontosan ebben a tragédiában, ebben a sors döntő helyzetben egyszerűen felismeri az Istenét. És nem csak, hogy ő felismeri az Istenét, hanem azok is, az a két nő is, aki körülötte él, meglátja Naomi cselekedeteiből, mert tudjátok, hogy mi mindig valami szokásból, mindig valami szabályból, mindig valami hókusz-pókuszból akarjuk megmutatni az Istent, de az Isten mindig a cselekedeteinkből, az Isten mindig a hozzáállásunkból mutatkozik meg a másik ember számára. Egyszerűen nézzétek meg, azt mondja, hogy nem azt mondja a Biblia, hogy menjetek szanasz éjjel, és minden főtéren, minden utcán evangelizáljatok, hanem azt mondja, hogyha azt akarjátok, hogy megismerje a világ a köztünk lévő Istent, akkor ahhoz egyetlen egy dolgot kell tennünk, elfogadni, becsülni, tisztelni, szeretni a másikat. Miért? Mert amit mutatok, az akár be is csaphatom. De azt, amikor képessé válok arra, ugye nagyon sokszor feljön ez a téma, de azt gondolom, hogy ez az ige nagyon bölcs, amit Isten kimondott, hogy amikor képessé válsz arra, hogy az ellenségedet szeresd, akkor azért jön rá a külvilág, hogy nem te vagy az, hanem benned Isten él, mert amúgy az ember képtelen szeretni az ellenségét. Képtelen az emberi jellem, az emberi gondolat szeretni az ellenségét. És ezért valami változásnak kell ilyenkor történnie. És ezért ez a Naomi, aki Istenre bízta ettől a ponttól kezdődően az életét, ugye az első dolog, ami nehéz volt neki, tudjátok, a Moab lányai olyan vidéken éltek, ahol láthatóak voltak az istenek. Mert ezek az istenek bálványok voltak. Ezek ki voltak téve az utcasarkokra, ki voltak téve a hegyekre, a völgyekre, és ugye Naominak olyan nehéz dolga volt, hogy nem tudta bemutatni az istenét. Nem tudta azt mondani, hogy az énjém itt van, az énjém itt van a szoknyám alatt, az énjém itt van ebben a könyvben. Ő egy dolgot tudott tenni, és amit ezek a két lány megértett, mert tudjátok, azért ilyen helyzetben, amikor meghal valakinek a férje, akkor, hát nem tudom, nagyon ritkán maradnak az emberek az anyósukkal. Még az anyjukkal hagyján, még az előfordulhat, hogy visszamegy az anyjához, de hogy az anyósával nagyon ritkán marad. Valahogy az nem jött, tudjátok, az anyós viccek, az anyós hozzáállások, ezek szerintem jogtalanul sokszor, de aztán lehet, hogy rászolgáltak az anyósok, nem tudom, nekem már sajnos nem él, és amíg élt, addig egy áldott jó asszony volt, úgyhogy én szerencsém, nekem szerencsém van, nem ismertem rossz anyóst, ezért nem tudok róla beszélni.
De nagyon ritkán szoktak, hogy egy menny meg az anyósa együtt él. És mégis valami történt ebbe a két lányba, nem csak az egyikbe, hanem a másikba is történt valami, amikor azt mondta, hogy egyszerűen nekem szükségem van arra, nem Naomira volt szükségük, hanem valahogy Naomi, amikor közel került az Istenhez, amikor megértette a sorsát, amikor megértette, hogy az Isten ezt az egész sorsot azért akarja, hogy ne távolodjon el a földjétől, menjen vissza oda, ahol az Isten elhívta és ellátást ad neki. És amikor megértette, olyan láthatóvá vált benne az Isten, hogy a kívülvalók megértették. Nem kellett bizonyságot tenni, nem kellett bebizonyítani, hanem megértették, hogy ez az Isten annyiban különbözik az övéktől, hogy ez lát, mert olvassuk, hogy Naomi beszélt vele, Naomi értette, Naomi szólt hozzá. Tehát amikor az ember, tudjátok, ez egy nagy kérdés, és bátorítalak benneteket, sőt, kérlek benneteket, hogy tegyétek-e fel magatoknak azt a kérdést, hogy valóban hiszitek, hogy él az Isten? Erre mindjárt rávágjátok, hogy ámen, testvérem, igen, nagyon jó, hogy ne hisszük. De magadnak tedd fel a kérdést, itt rávághatsz bármit, de magadnak tedd fel a kérdést, hogy valóban hiszed? Amikor várod tőle a szót, akkor elhiszed, hogy él, és meg tudsz szólalni? Amikor várod tőle a szabadítást, akkor tényleg várod, tényleg elhiszed, hogy meg tudsz szabadítani? Amikor kijön az igéje, és kér tőled valamit az igén keresztül, akkor te tényleg őszintén elhiszed, hogy ő hozzád szólt? Tudjátok, ezen nagyon el kell gondolkodni, mert egy nagyon felületes kereszténység kezd kialakulni, ami azt mondja, hogy persze, amen, sokszor belenézek Isten tiszteletekbe, még ki sem mondja a szót a lelkész, a többiek már ámeneznek. Ugye nagyon sokszor ez egy kérés a gyülekezetben, hogy tudtok rá amen mondani, persze, hogy tudtok. Hát itt tudtok, hát miért? Hát nem lógsz ki a sorból, nem állsz föl és nem kiabálod, hogy mekkora baromság. Rámondod, hogy amen. De tényleg hiszed-e? Mert rá lehet bármire mondani, hogy amen. De te tényleg hiszed-e? És ami különbség volt Naominak az előző élete, és amikor rájött arra, hogy Isten a sorsán keresztül meg tudja változtatni, ez egy hatalmas dolog volt. Miért? Például barátaim meghallotta sok-sok hónap vagy év után először Istennek a hangját. Tudjátok, nem csak elég meghallani Istennek a kijelentését. Mi volt az isteni kijelentés? Az isteni kijelentés az volt, hogy menj vissza a te földedre. El tudjátok képzelni, eljön egy épp egészséges család, akkor ugyanaz volt a vélekedés, mint ma, hogy biztos átok alatt van Naomi családja, mert ő neki vissza kellett menni Betlehembe, és szint kellett vallania. Mit kellett mondjon? Hát testvéreim, amíg távol voltunk, addig az a helyzet, hogy elvesztettem a férjemet, elvesztettem a két gyerekemet, mind a kettő fiamat. Van két menyem, de csak halkan merem mondani, Moab leányai. Gyerekük sajnos nem született a fiaimtól, ezért nincsenek örökösök, nincsenek utódok, tulajdonképpen itt vagyunk hárman férfi nélkül, tulajdonképpen a Moab lányait be se hozhattam volna ide közétek. Tulajdonképpen ti engem most tisztátalannak tartotok, mert olyan idegen népekkel élek együtt, akit ti nem fogadtok el, és teljesen igazatok van, benne van írva a Bibliába, mert ezeknek mások az isteneik. Még Rút, hagyján, az még úgy talán szimpatizál a mi istenünkkel, de Orpa lehet, hogy nem, és ezzel a teherrel kell neki visszamennie a földjére. Tudjátok, amikor megérkezik, ahogy abba hagytam a 19. résznél, azt olvasom, hogy összefut egész Betlehem. Betlehem néhány ezer lakosú hely lehetett. Képzeljétek el, hogy miért futna össze? Ha ide beérkezik három asszony Dombovára, miért futna össze Dombovár? Ha vagy megérkezik három asszony Kapospulára, hogy falut mondjak, miért futna össze egész Pula? Mi az oka? Honnén tudták, hogy megérkeztek? Mi volt az oka, hogy ezek odarohantak? Mit szerettek volna? Hát barátaim, lerít róluk. Kérdéseik voltak. Milyen kérdéseik? Kínos kérdéseik. Például, hol van a fiad? A fiaid. Például, hol van a férjed? Például ezek a lányok másképp öltözködnek, mint az izraelita lányok. Mi az anyakukban, mi az a kezükben? Milyen Istent imádnak? Naomi, mi történt veled? Naomi, egyáltalán miért jöttél haza? És tudjuk, hogy Naomi azért ment haza, mert az Isten azt mondta neki, hogy menjél haza. Ezért, ahogy felolvastam, Naomi kétszer is megpróbálja az úton hazazavarni a csajokat. Olvassátok majd, egy kétszer próbálkozik vele.
Először mondja nekik, először csak olyan finoman mondja, hogy hát én egyedül maradtam, meghalt a férjem, meghaltak a fiaim, ez nem a ti életetek, ez nem a ti sorsotok, ti többet érdemelnétek, menjetek vissza. Aztán másodjára elkezdi őket győzködni, hogy figyelj, a lehetetlen helyzet lesz, hogyha ti eljöttök velem, fiatalok vagytok még, én nem tudok már férhez menni, nem tudok gyerekeket szülni, tehát magyarán mondva nem lesz ember fia, aki eltart bennünket, mert én összvagyasszony maradok, a kutyának nem kellek már. Ti a kutyának nem kelletek, mert moábita lányok vagytok. Emberek, hát hárman fogunk ilyen halni, ha viszont hazamentek, lesz ellátás, koszt, pártély, fiatal, szép nők vagytok, lesz férjetek. Boldogan el fognak venni, gyerekeket fogtok szülni. Ne tegyétek tönkre a ti életeteket. És ugye, ahogy győzködi őket, különösen Rút rájön arra, hogy micsoda önzetlen asszony ez. Hát mi fiatalok vagyunk, mi lehetnénk az egyedüli mencsvárai, hát elmennénk rabszolgának, valahogy eltartanánk az anyósunkat. És ez mégis vagy megváltozott a szíve. Nekünk akar jót, nem másnak. És nagyon érdekes ennek a három lánynak, ennek a három nőnek, három asszonynak, három özvegyasszonynak. Ugye ez egy különösen pikáns helyzet. Három özvegyasszony. Azért ritkán szokott ilyen csapat összejönni egy családon belül. Kevés család ez, hogy három özvegyasszony is. Milyen kívülvalók, mit mondanak, micsoda tragédia. Barátom, amióta ember az ember, mindig azt gondolja, hogy ha valami történik, ha valami rossz dolog történik, és tudjátok, annyira mélyen beleivódott, különösen az újjászületett, az evangéliumi, a karizmatikus keresztényeknek a lelkébe, elméjébe, különösen beleívódott az, barátaim, hogy egyszerűen, ha valami történik, ha valami eltér a normálistól, ha a sorsban valami fordulat történik, akkor egyenlőség jelet tesznek az átokkal, tulajdonképpen leátkozzák azt az embert, átkozottnak mondják azt az embert, ez így volt 1000 éve, 2000 éve, és valószínű, hogy így lesz még jövőre is. Gondoljatok csak bele, amikor a születésétől fogva vak embert meggyógyul, és megkérdezik, hogy hát miért volt ez vak? Talán a szülei hibáztak? Talán ő követett el bűnt? Talán a felmenői vétkeztek? És Jézus határozottan mondja, nem azt mondja, hogy amíg éltek, ami betegség, ami rossz dolog történik, azt nevezzétek átoknak, hanem Jézus nemes egyszerűséggel kimondja, hogy senki semmit nem követett el. A sorsa azért, hogy ez idáig vak volt, az azért volt, hogy az Istennek a neve, amikor megváltozik a sorsa, megdicsőjön. És ugyanez volt Naomi életében is. A sorsa, ami történt vele, azért volt, hogy az Istennek a neve meg tudjon dicsőülni rajta keresztül. Naomi el nem tudta képzelni, hogy az a Rút, akit hazavisz, akit hazacincál, az a Rút, aki felismeri benne Istennek a jelenlétét, az a Rút majd hozzámegy egy Boáz nevű emberhez, és megszületik a házasságukból. Tudjátok, Boáz mit vállalt azzal, hogy elvette egy moábita lányt? Szembe ment az akkori kornak a trendjével, igehirdetéseivel, szolgálatával, gyülekezeteivel, közösségeivel. És még nem csak, hogy elveszi feleségül, kell tudjátok képzelni, hogy az kis Obedet, aki megszületik, azt minek tartották a betlehemiek? Hát egy fattyúnak tartották. Mert azokat mind fattyúnak tartották, akik házasságon kívül születtek, mit mondtak Jézusra, hogy fattyú. Miért? Mert házasságon kívül született. Mert nem értették meg az isteni akaratot. Mit mondtak a kis Obedre? Hogy fattyú. Miért? Hát mert az anyja egy moábita lány. És hogy lehet az, hogy egy izraelita férfi és egy moábita lánynak a házasságából normális gyerek születhetett? És amikor megszületik Obed, és amikor Obed felnől, így nől fel, aztán Obed gyereket nemz, és megszületik Isai. Isaiék kivonulnak a szélére, sok gyereke lesz, de meglepődik teljesen, amikor a Sámuel proféta betoppan a házába. És Isainak mit csinál? Elfelejti azt a fiát, akit Dávidnak hívnak. És nézzétek meg, hogy Isten egyre jobban bogozza ki az ügyet, egyre jobban bogozza ki, és nem említ, nem tesz semmi megjegyzést, semmi átokról, semmi megjegyzésről nincs szó. Egyszerűen Isten azt mondja, hogy minden így van, és az én akaratom szerint történik. És Naomi rájön arra, hogy nem a saját életét kell irányítsa, hanem rájött arra, hogy az életét, a jövőjét
ő már nem tudja irányítani. Tudjátok, azért kell sokunknak a nehéz sors, és azért kell sokunknak egy, kettő, három, négy jó kis pörgős ítélet, jó kis nehéz évek, hogy rájöjjünk arra, hogy van az a pont, ami után nem tudjuk irányítani a sorsunkat. Vannak, akik az út elején rájönnek erre. Vannak, akiknek egész messze kellett menni Betlehemtől. Vannak, akiknek Betlehem után kellett menni, Betlehem alsóra, és ott egy moslékos vályóhoz kellett elmenniük, hogy rájöjjenek arra, hogy a sorsukat nem tudják a kezükben tartani, és nem tudják irányítani. És Isten ezt nem rossz szándékból teszi, hanem azért teszi, hogy le tudjuk tenni az életünket a kezébe, le tudjuk tenni a szívünket a kezébe. Tudjátok, Naomiban egy óriási változás történt, és a napokban tegnap beszélgettem egy testvéremmel, ahogy utaztam hazafelé, és pont ezen gondolkodtam előtte, és nagyon-nagyon szóba jött ez a téma, hogy Naomi le tudta tenni az életét, és már nem önmagáért küzdött, hanem másokért harcolt. És tudjátok, ahogy végig gondoltam ezt ma, nem véletlenül mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek önmagukat szeretők. Az mit jelent? Az, hogy az egoizmus, az emberek önmaga szeretete, az minden fölé fog kerekedni. Nem fogják tudni az emberek, pontosan ez fogja kizárni a másik elfogadását, a másik elismerését, a másik szeretetét. Miért? Mert csak az embernek saját maga körül forog az élete, saját maga körül forognak a gondolatai. És ezért Naomi azt mondja, hogy nem, nézzétek meg, egész másra gondol, nem akarja, hogy a nők megszégyenüljenek, tehát egyszerűen úgy viselkedik, hogy másnak akar jót. És tudjátok, nem véletlenül már most látszik, hogy kialakul két irányvonal az egyházon belül, az egyik, akinek maga körül forog minden, a másik, aki pedig ad. Mert értsétek meg, akinek önmaga körül forog minden gondolata, az képtelen arra, hogy adjon. És a kereszténység eredeti szándéka Istennek az egyházal az volt, hogy adjon és ne elvegyen, hanem hogy adjon, minden helyzetben adjon. Aztán itt van ez az Orpa, ugye a másik, Naomiról többet beszéltem múlt héten, itt van az Orpa, akire hatással volt Naomi is, és hatással volt ugye Ruth is, és azt látjuk, hogy annyira hatás volt rá, hogy mind a hárman elindultak hazafelé. Útközben azonban az Orpáról azért érdemes megemlékezni, mert Orpa útközben megingott. Azt olvasjuk, hogy egy darabig bírta, elindultak, mentek a Betlehem felé vezető úton, de a Betlehem felé vezető út egyre nyomasztóbb volt. A Betlehem felé vezető út egyre terhesebb volt, mert ugye Naomi is mondta az érveit, és egyre jobban ránehezedett az, hogy ugyan megláttam Naomiban, hogy él az Istene, ugyan megláttam, hogy jó az Istene, de annyira, hogy én ezzel az Istennel teljes lelki-szellemi közösséget vállaljak, annyira nem akarom megismerni ezt az Istent, mondta Orpa, és olvassuk, hogy egy váratlan pillanatban megcsókolta Naomit, és barátaim, itt egy nagyon szomorú két mondat van, azt mondja a Biblia, hogy visszament az ő népéhez, és az ő isteneihez. Az Orpának az útját azért fontos megemlíteni, mert ezt ma úgy hívjuk, hogy félutas kereszténység. A félutas kereszténység az azt jelenti, hogy elindulunk nagy lendülettel, és ha megnézitek, visszamentek, régebbi keresztények visszamentek 10, 20, 30, 40 évet az időben, bármelyik felekezetbe is jártatok, vagy bárholnan is jöttök, egy 20-30 évvel ezelőtt a felekezetekben ébredés volt, a felekezetek nagy lendülettel elindultak az úton, kevésbé foglalkoztak egymással, kevés volt ennyi felekezet közötti viszály, sokkal kevesebb volt a hívők közötti viszály is. Miért? Mert nagy lendülettel elindult mindenki a Betlehem, vagy mondhatjuk a Jeruzsálem felé vezető úton. Csak a Betlehem felé vezető úton, ugye, jöttek a változások, jöttek a buktatók, kezdtek lemorzsolódni az emberek, és tudjátok, mindig az út, nem véletlenül a Biblia mit mond, hogy keskeny az az út. Biblia mindig az ember Istenhez való közeledését egy úttal jelképezi. És ez egy olyan út, ami nem az Alföldön megy, néha fölmegy a hegyek tetejére, hogy egészen közel látod Istent, néha lemegy a pokol bugyraiba, hogy azt se tudod, hogy van Isten, néha aszfalt úton mész, néha köves úton mész, néha a GPS-et cserben hagy, és csak 5 év múlva tudod meg, hogy rossz irányba ment, kérem, forduljon vissza.
És ilyen az út, ez egy út, egy utazás. És azt olvassuk, hogy ez az utazás nem mindenki csinálja végig. És annak a lényegét szeretném ma megmutatni nektek Ruthnak az életéből, hogy ezt az utazást egyetlen egy módon lehet végigcsinálni, amit egy szóban meg lehet nevezni, hűség. Nincs más. Nincs olyan, hogy majd olyan élethelyzetek lesznek, hogy téged nem fog rossz érni, hogy az utadon nem lesznek rablóbanditák, hogy az utadon nem lesz döcögés. A két nő között, az Orpa és a Ruth között az volt a különbség, hogy az egyik eldöntötte, hogy hűséges marad minden körülmények között. Hát barátaim, nem akarom még egyszer felolvasni, a világegyetemnek a legmélyebb, a költészet nem tudott ilyen mondatokat produkálni, mint ami kijött egy moábita, az akkori Izrael számára egy semmit érő lánynak, özvegyasszonynak a szájából, hogy ahová te mész, oda megyek én is. Barátaim, ezek a mondatok, ezek a hűségnek, a másik mellett én legszívesebben a házasságkötő termekbe ezt mondatnám el az emberekkel, nem ilyen mindenféle ásó, kapa, meg nagy harang dumát, mert hát azt látom, hogy az ásó is, a kapa is, meg a nagy harang is elválasztja őket. De ez ami Ruthnak a szájából kijött, hogy ahová te mész, vagy amit most énekeltünk, ez egy csodálatos dal, Isten felé egy megvallás, hogy azt szeretném látni, amit te látsz, oda szeretnék lépni, ami ahova te lépsz, azt szeretném csak meghallani, amit te meghallasz. És tudjátok, a félbehagyott, a félutas kereszténységben mindig az hozza a különbséget, hogy a hűség az soha nem arra néz, hogy mik a körülmények. Barátaim, a hűséget ma az emberek kezdik elfelejteni. Ennek a szónak ma semmilyen jelentéstartalma nincsen. Nincs jelentéstartalma egy munkahelyen, mikor az emberek 8 havonta letolják, mint a gatyát, a munkahelyüket, és keresnek egy másikat, és ne keressük az okokat, hogy miért, csak Isten irgalmazzon, hogy ez legyen mindig így, és ne jöjjön még egy olyan időszak, hogy majd megint így fognak az emberek könyörögni munkáért. Hogy meglegyen a becsülete. Ugyanez van a házasságokban, ha el van sózva a töltött káposzta, akkor képesek beadni a vállópert. Lerúgják magukról, mint egy gatyát. Miért? Mit tett a két asszony között, a Ruth és az Orpa között különbséget? Az, hogy az egyik azt mondta, hogy nem. Ez a Naomi, ha ennek az Istene tényleg ilyen, hogy egy szempillantás alatt meg tudta változtatni a Naominak az életét, a gondolkodásmódját, akkor én ez az Istenhez hűséges akarok maradni. Milyen körülmények között? Minden körülmények között. A hűség nem mérlegel. A hűség nem egyenlő a lojalitással. A hűség nem egyenlő a hülyeséggel. A hűség az azt jelenti, hogy bízom, ezért ugye tudom, hogy ma az emberek azért félnek ettől, és az egyházban is azért félnek ettől. Nagyon egyszerű lesz, amit mondok, mert az elmúlt évtizedekben a hűségüket, amit Istennek kellett volna adni, embereknek adták, és az emberek bizony becsapták őket, és visszaéltek a hűségükkel, visszaéltek az odaszánásukkal, visszaéltek vele vezetők, visszaéltek vele gyülekezetek, de mi volt a baj? Az, hogy a hűséget Isten felé kellett volna adják. Testvéreim, én nem tudok hűséges lenni minden nőhöz. Én csak egyetlen egy nőhöz tudok hűséges lenni. Ezért a többinek nem is fogadtam hűséget. Csak egynek. Ezért nem fogadok minden Istennek hűséget, mert csak egyhez tudok hűséges lenni. És ez volt az elmúlt években, ezért lett megtiporva ez a szó, hogy hűség, és ezért ma már nem a hűség tartja ott az embereket, sok esetben egy felekezetben, hanem a félelem, a szokás, a bizonytalanság. Miért? Mert a hűségüket csalódtak sokan benne, és én ezt megértem, de értsétek meg, Isten, az Istent megérinteni, az Istent elérni csak úgy lehet, mert a sorsod, amikor kihívást kapsz, amikor összecsapnak a hullámok, amikor lehet, hogy elveszted a legszeretettebb testvéredet, barátodat, társadat, amikor lehet, hogy egy olyan betegség ér, amiből a büdös életben nem gyógyulsz ki, akkor két utad van, az egyik az, hogy beolvasol Istennek, és azt mondod, hogy nincs értelme élnem. Van egy testvérem, akinek meghalt a férje, és olyan megdöbbentő, és egyszerűen nem férek hozzá, nem tudok neki segíteni, mert azt mondja, hogy mivel meghalt a férje, mivel egy tragédia érte őt, ezért ő elkönyvelte, hogy az Isten nem szereti. Nagyon sokszor fel se fogjuk, hogy ezek a dolgok, mint ebbe az életbe. Barátaim, ha ezek a fiúk nem halnak meg, ha a férj nem hal meg, ha a fiúk nem halnak meg, akkor ezek idő kérdése, és moábiták lesznek.
és az az isteni menetrend, az az isteni terv, akkor Boáz soha nem fogja elvenni Rútot. Akkor soha nem fog megszületni Obed. Soha nem fog, fel se fogjuk sokszor, hogy a sorsunkkal, ami majd csak 10-15 év múlva válik nyilvánvalóvá, és ugye szeretnénk szabadulni tőle, szeretnénk levetkőzni, szeretnénk elköltözni a világ végére, de értsétek meg, a sorsot csak hűséggel lehet kibírni. Nem lehet másképp kibírni. Nem lehet úgy kibírni, hogy majd megoldódik, majd megváltozik, egyszerűen csak hűséggel. Ahogy egy házasságot is, barátaim, itt többen ültök, akik házasok vagytok. Egy házasságot hűséggel lehet kibírni, mert bizony van az a pont, amikor a másik feszegeti a határokat. Sőt, van az, amikor azt mondja az ember, hogy megfárad a lelke a másikban. Sőt, van az, amikor azt mondja a másik, hogy édes jó Istenem, én miért nem mentem a Hufnagel Pistihez, férhez? Miért a Mézgához? Nem lehet másképp túlélni ezeket, csak hűséggel. Nincs más esély. És barátaim, ahogy azt mondja a Biblia, hogy Ádám ismerte az ő feleségét, az ismerte szó itt azt jelenti a Bibliába, hogy teljes mindenestől ismerte. Nem csak felületesen ismerte, ugye az ismerte még a szexuális együttlétre is vonatkozik, hogy ismerte. Nem minden második pénteken, meg negyediken, hanem ismerte. A testük, a lelkük, a szívük, mindenük össze tudott forrni. Hát a Biblia azt mondja, hogy ketten lesznek, egy testé, egy összeolvasztás történt. És ugyanezt a szót használja Isten, hogy ismerjük meg őt, ugyanez a szó, ezt a szót szeretné betölteni Isten, hogy ne csak járjál körülötte, ne csak halljál róla, ne csak olvassál róla, ezért barátaim, a teológia, a filozófia, az intellektuális tudás soha az életben nem tudja megragadni Istent. Ezért óriási vita van mindig a teológusok, meg a szívemberek között, mert a teológus meg akarja magyarázni a magyarázhatatlant. A szívembernek meg teljesen világos. Nem tudja megmagyarázni, de nem is akarja. Miért? Mert teljesen világos. Én nem tudom megmagyarázni nektek, hogy miért a feleségemet szeretem a legjobban az összes nő közül. Az édesanyámnál is. Ez különösen anyukám előtt nem lenne jó elmondani, hogy anyám, nagyon szeretlek, tisztelek, de hát Erika elvitte a primet. Nem tudom megmagyarázni, és ha anyám sértődik, akkor félreérteni ez, és megsértődhet, hogy mi az, hogy nem anyádat. Hát anyád megszült, hol volt még az én menyem, amikor én már visítottam a szülőszobán? Amikor én az emlőimből tápláltalak? Vagy táppal, most mindegy, valamelyikkel. És még így nem tudom megmagyarázni, de világosan tudom, hogy így van. Világosan tudom. Amikor azt mondja, hogy elhagyja apját és anyját, ugye ezt is félreértelmeztük, hogy úgy elhagytuk néha, hogy ma csak 5 évente köszöntünk rájuk. Mert hát ó, munkásököl, vasököl, oda csap, ahova köl. Nem, hanem valójában ezt mondja a Biblia, hogy amikor ketten egy testé válnak, akkor a szülőknek is és nekik is tudomásul kell venni, hogy nem normális, ha az anyámat jobban szeretem a feleségemnél. Nem normális, hogy a nagyobb bizalmat adok neki. Miért? Hát azért, mert akkor nem tudok egyé válni a másikkal. Ugyanez az Istennel való kapcsolatban is, hogy nem normális, hogy az élet örömömnek, az élet az akaratomnak, az egómnak nagyobb tiszteletet és nagyobb bizalmat szavazok, mint az Istennek. És ezért a végén a tét nem az, hogy ki mit csinált, és ki mit tett le az asztalra, hanem a végén az a tét, hogy ismerjük-e egymást. Amikor odaállunk az Úr elé, akkor ismerjük-e. Annak egy olyan ismeretnek kell lenni, mint a házasságon belül, hogy egyé válok vele. És ezért az orpa ettől megijedt, és a Betlen vezető úton visszafordult. És tudjátok, nagyon sokszor a visszafordulást mindig az okozza, hogy félünk az Isten akaratát beteljesíteni. Sokszor kényelmesebb visszamenni a pogány életbe, a régi életbe, amúgy is hat ránk, mert Isten nem vett ki bennünket a világból. Azt nem mondta, hogy nem érint meg bennünket a világ, nem lesznek kísértéseink, de egyet megígért, hogy nem vesz ki, de megtart. Ezért kimenni nem tudunk, elmenekülni nem tudunk, miben tudunk bízni? Abba, amit mondott, hogy megtart. Nem ígérte meg, hogy nem lesz buktató, nem lesz kísértés, csak azt ígérte meg, hogy megtart. Mikor? Ha bízom benne. Más lehetőségem nincsen. És ezért nagyon sokszor, annak ellenére, hogy ez az orpa felismerte, hogy a bálványainak vannak tehetetlensége, annak ellenére, hogy felismerte, hogy Isten az Úr,
Egyszerűen néhány dolgot már tudott Istenről, néhány dolgot már hallott Istenről, de a néhány dolognak a tudása és a hallása Istenről még nem egyenlő az Istennek az ismeretével. Jézus ezért mondja a végén, barátaim, amikor beszámolnak neki, hogy milyen csodatetteket tettek, hogy nem ismerlek benneteket. Mert a csodára hajtottatok, a karrierre hajtottatok, de arra, hogy egy bensőséges viszony alakuljon ki köztünk, arra nem hajtottunk. És ezért Jézus, az Isten ismerete az azt jelenti, hogy a szószoros értelmében egy szellemi, lelki, teljes, egész közösségre gondol. Csak emlékezzetek vissza, pár héttel ezelőtt a főpap imát olvastam fel. És következőt mondja Jézus, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli, igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát mit mond az örök életről, hogy mi az örök élet? Valami csodakorszak? Valami hatalmas nagy tettek, cselekedetek halmaza? Nem! Az örök élet az, hogy megismerjük őt. És azt is, akit ő, az Atya elküldött. Ezért a megismerés az nem egyenlő azzal, hogy tudok róla. A megismerés nem egyenlő azzal, hogy hallottam róla. A megismerés nem egyenlő azzal, hogy nem tagadom meg. A megismerés nem egyenlő azzal, hogy imádkozok hozzá, hogy eljövök és a tiszteletemet teszem neki, hogy adok neki néhány forintot. A megismerés az azt jelenti, hogy összeforraz életem az övével. Testvéreim, ma azért csapott le a nagy kard, mert az Isten azt mondja, hogy nem lehet, barátaim, a Betlehem felé vezető úton tovább menni intellektuális ismeretekkel, teológiával. Egy módon lehet a Betlehem felé menő úton tovább menni, ha összeforr az életem. A rút és az orpakozott, mi volt a különbség? Az, amit az Úr rút elmondott. Ahová te mész. Miért mondta el ezt Naominak? Mert megkívánta? Mert leszbikus lett, mert szerelmes lett Naomiba? Nem, hanem azért, mert felismerte Naomiba az élő és az igaz Istent. És azért tudta, hogy ennek az életnek össze kell forni vele. Össze kell ragadnia vele. És ez nagyon, nagyon kívánatos, hogy megtörténjen mindannyiunknak az életébe. Ezért Orpa a félutas kereszténységet képviseli. A félutas kereszténységgel az a baj, hogy nem bírja kivárni, amíg találkozik az Istennel, hanem félúton visszafordul. Barátaim, tele van a Biblia ilyen történetekkel. Félutas Isten hívőkkel. Gondoljatok csak Saulra, az első izraeli királyra. Sámuel késik. Saul azt mondja, na jó, elég, hát soha a büdös életben nem nyerjük meg a csatát, nem tudunk elmenni, amíg ez a szerencsétlen öregember nem jön. Hát lehet, hogy meghalt, azért nem jön. Lehet, hogy az Isten magához vette. Na jó van, majd én, hogy szokta ezt csinálni? Valaki segítsen, mit szokott csinálni Sámuel? És elkezdte utánozni. És amikor elkezdte utánozni, csak betopog az öreg. És mondja, na mi van, Saulka, mi a helyzet? Na hová sietsz? És azt mondja, hogy ezért. Mert ezt meg tudod tenni. Ezért, mert nem akarod, hogy a szíved összeforjon az Istennel, hanem csak teszed a dolgait, hogy egyre híresebb legyél, egyre nagyobb király legyél, egyre nagyobb hadvezér legyél. Ezért Isten elveszi a királyságodat. Mert eszed ágába sincs. Mi volt? Dávid rendesebb ember volt, mint Saul? Saulról nem olvastunk annyi mocskot különben, mint Dávidról. Mégis Dávid volt a szíve szerint való ember. Miért? Azért, mert Dávidnak összefort a szíve. Összefort a lénye Istennel. És Saul ezt nem akarta megengedni, és nem akarta, hogy megtörténjen. És ezért, barátaim, nagyon vigyázni kell a félutas kereszténységgel. Mert egyszerűen a hűségnek a hiánya miatt nem tud tovább menni. Mind gondolkozott el Orpa? Hát azt mondja, igaza van. Moab férfi, jó férfi, Moab gyerek, Moab földje, jó föld, Moab istene, jó isten, hát minek variáljunk mi? Hát így élt apám is, anyám is, öreganyám is, öregapám is. Visszamegyek, visszaállok, rendben, csinálom azt, amit az őseim csináltak. Csak értsétek meg, hogy nem lehet tovább haladni így az úton. Az úton csak úgy lehet tovább haladni, mert a félutas kereszténység az a baj, hogy tudja, hogy kicsoda az Isten, de nem tapasztalja meg, hogy kicsoda az Isten. És testvéreim, ma abba fárad bele a kereszténység, hogy tudja, hogy kicsoda, de nem tapasztalja meg.
hiányoznak a megtapasztalások. És itt most nem ilyen bóckodós jelekre, csodákra, meg repkedésekre gondolok, hanem az, amikor leülsz, az, amikor összejössz imádkozni, hogy hiányzik az az áztató jelenléte az Istennek. Hiányzik az a mélyen átjáró jelenléte. Hiányzik az, amikor az ember éhezés szomjozza az igét, amikor alig várja, hogy a kezébe kerüljön az Isten igéje, amikor alig várja, hogy az ige megszólítsa, amikor olvassa. És ezért nagyon vágydalmas ez a néhány szó, amit mondott az ige, hogy visszatért a népéhez és az isteneihez. És tudjátok, a Biblia az utolsó időkben erről beszél, a hitehagyásnak a folyamatáról. És miért lesz hitehagyás? A hűség hiánya miatt van nagyon sokszor a hitehagyás. Jézus olyan érdekes, amikor visszajön, nem az az első mondat, hogy jaj, de jó, ihatok bort, jaj, de aranyosak, jaj, de szépek vagytok, hanem elmegy és azt mondja, hogy egy kicsit remeg a szívem, egy kicsit van bennem bizonytalanság. Mert ahogy megmondta, hogy kőkövön nem marad, és leromboltatik a város, ugyanúgy megmondja a szellemi kereszténységnek is, hogy egy kicsit reszket a lelkem, hogy a sok hidehagyás, ami az én mennybe menetelem után lesz majd az elkövendő századokban, évezredekben, vajon nem-e oda torkollik, hogy mire visszajövök? Nem találok igaz hitet. Ezért Jézus, amikor visszajön, barátom, csak barátilag és szeretetből mondom, nem gyülekezeteket fog keresni, mert addigra már gyülekezetek rég kizárták őt, hanem ő olyan embereket fog keresni, akik még nem hitehagyottak, hanem él a hitük. És elgondolhatjátok, hogy egy ilyen élethelyzetben majd, amikor a gyülekezetek már kizárták Jézust, amikor emberek milliói kizárták Jézust az életükből, és csak valami vallásos formában pörögnek hétről hétre, napról napra, ebbe hányszor föl fogjuk majd tenni magunknak a kérdést, hogy hol van a mi Istenünk? Hányszor fölteszem én is magamnak a kérdést, hogy miért fogékonyabbak az emberek a hűtlenségre, miért fogékonyabbak az emberek a hazugságokra? És tudjátok, ennek van egy harca. Amikor azt mondja a Biblia, hogy a hitnek a nemes harca, még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami megöli a hűséget. Mégpedig az, hogy fölhívták az embereket, a hit nemes harca. Tudjátok, mi a hit nemes harca? Az, amikor a sorsfordító dolgokban megállsz és kiállsz. És talpon maradsz. Lehet, hogy csak alig, lehet, hogy éppen csak így kapaszkodsz a széklábába, de talpon maradsz, vagy térden maradsz, nem rogysz össze. Ez a hitnemes harca. Tudjátok, mit csináltak a karizmatikus mozgalomban a hitnemes harcából? Elmondom, egymás ellen harcoltatják a hívőket. De a hitnemes harca nem lehet nemes harc, hogy én harcolok a testvérem ellen. Barátaim, nincs ilyen fogalom. Nincs ilyen mondat a Bibliában, hogy én nekem van eszközöm a másikat átkozni, károsztatni, vádolni. Nem a másik ellen szól a hitnemes harca. A hitnemes harca arról szól, amikor már majdnem megöl a sorsom, már azt mondom, hogy biztos, hogy Isten is elhagyott. Akkor, de nem lehet, és talpon maradok, és fölállok. Ezt hívja a Biblia nemes harcnak. Az nem nemes harc, hogy a másikat a háta mögött különböző beszédekkel, pletykákkal ütönvágom, meg lelkiimákkal. A nemes harc az, amikor tényleg már remeg a lábam, de még amikor a futó, amikor a maratonista az utolsó pillanatban még remeg a lába, de valahogy elvánszorog a célig. Ez egy nemes harc. Ezért van félreértelmezve a harc, ezért harcol mindenki, beízították az embereket egy nagy harcra, ezért ma gyülekezeteket pillanatok alatt lehet forgatni, mint az ágyúnak a csövét, hogy merre lőjenek. Pillanatok alatt lehet forgatni. Így tekeri a forgató az ágyúcsövet, és ma erre lő, akit múltkor védtek, arra lőnek, akire múltkor lőttek, azt védik. Miért? Mert a harcot kifordították. És amikor jön az élethelyzet, jön a sors, akkor nyöszörögnek, mint egy kisbaba. Mert az Isten erre adta a hitnemes harcát, hogy igen, ott állj meg, és mondd azt. Sidrák, Misák, Abednékó hitnemes harcában volt. A halál torkában voltak, és azt mondták, hogy ha nem szabadít meg, ha nem véd meg bennünket, ha tönkre égünk, ha szénné égünk, akkor is ő az Isten. Ez a hitnemes harca. Vagy amikor Pált azt mondják, hogy megöljük, és akkor Pál azt mondja, hogy jöjjetek meg nyugodtan. Nekem a halál nyereség. Vagy amikor azt mondták, hogy ne szóljatok az Isten nevében többet, ne hirdessétek az igét, hallgassatok el, akkor ezek mit mondták? Nem tehetjük meg. Fiúk, nagyon szerettük volna, lehet, hogy 5 éve megtettük volna, de most nem tehetjük meg.
Vagy amikor beültetik őket a börtönbe, összekötve Silást, Pált, össze vannak kalodába zárva, és néznek egymásra, se kaja, se pia, semmi. És akkor azt mondják egymásnak, mi abban, mit csináljunk? Hát, harapjuk el egymás nyakát, hogy elvérezzünk. Hol vannak a test? Senki nem jön segíteni. Nem, azt mondták, mit csináljunk? Hát talán szerintem dicsérjük az Urat. És nem volt ellenvetés, hogy dicsérjük az Urat. Hát ki az a hülye, aki börtönbe összekötözve dicséri az Urat? Hát mindjárt bejönnek a börtönőrök, és kivágják a nyelvünket. Dicsérjük az Urat. Ők szerintetek azért dicsérték az Urat, mert előre tudták, hogy meg fog mozdulni majd a hely, ahol dicsérjük az Urat. Hát ezt nem hiszem, hogy eszükbe jutott. Lehet, hogy annyira dicsérték az Urat, hogy észre se vették. Ugye a börtönös sztorik mindig arról szólnak, hogy börtönőr megijed, mikor ezek az emberek hagyják el a börtön, mert leoldoznak a kalódáik, ezek meg ottanak, hogy nem mentünk milyen, nyugi, 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 megmarad az állásod, itt vagyunk. Csak hát nem tudom, mi történt, egyszerűen eloldódtak a köteleink. És ezért nagyon fontos, drága testvéreim, hogy a hűség az az egyedüli dolog, ami meg tudja erősíteni a hitünket, ami a hitehagyás folyamatát, a látványkereszténység létrejöttét meg tudja akadályozni. És tudjátok, ahogy Orpánál láttuk, nem elég eljönni a régitől, tehát nem elég eljönni a régitől, hanem szakítani is kell a régivel. Ez a legfájdalmasabb. Ezért fájdalmas volt ez az ige, amit mondott, ugye Naomi így kiszól a Bibliából, hogy visszament a népéhez és az isteneihez. Nem elég csak elindulni, és nehezebb, könnyebb elindulni, mint szakítani, könnyebb elindulni, könnyebb menni, könnyebb sodródni. Tudjátok, ma nagy különbség van, azt hiszik az emberek, hogy a sodródás az egyenlő a szakítással. Nem egyenlő. A sodródás az azt jelenti, mi a sodródás? Ha látom, hogy a Józsinak jó, akkor én is sodródok vele, mert akkor nekem is jó lesz. Ez a sodródás. És ma a sodródás sokkal erősebb, sokkal több embert ér el, valamikor nem is lehet érteni, hogy miért sodródnak egy ilyen értelmetlen irányba az emberek. Mert a sodródás az egy ilyen tömegpszichózis, hogy hát az nem lehet, hogy ennyi embernek jó, és nekem rossz lesz, de a sodródásban még nem tudsz szakítani. A szakítás mikor derül ki, hogy szakítottál? Elmondom. Amikor a környezetet felháborodik. Akkor derül ki, hogy az ember szakít a régivel. Soha nem felejtem el, oda jön hozzám édesanyám, és azt mondja, hogy fiam, miért nem vagy te olyan normális, mint a többi? Hát a többinek vannak barátnőik, éjjel eljárkálnak diszkóba, normálisan mulatnak, szórakoznak, te meg itt mindig ilyen isteneset játszol. És akkor mai napig cseng a fülem, hogy miért nem vagy te olyan normális, mint a többi? És azt mondja a Biblia, hogy a sodródás könnyebb. Hát ezért nézzétek meg, ma sodródnak az emberek. Nagyon kevés, aki kiugrik ebből az áradatból. Miért? Mert ha kiugrasz az áradatból, akkor hogyan kell menjél vele szemben? Ha egy kicsit őszintén elolvassátok a Bibliát, akik kiugrottak a sodródásból, azok utána mind széllel szembe haladtak. Vagy az Isten vette őket ki a sodródásból, vagy ők kiugrottak belőle, de az a Pál Saulnak könnyebb volt lenni, mint Pálnak. Hát Saulnak azért volt könnyebb lenni, mert az egy dicsőség volt, azért kitüntetést adtak, hogyha megöltek egy hithű keresztényt, azért kitüntetést adtak, hogyha valakit a törvényre tudtak nevelni, de azért, hogy Jézus Krisztusban higgyenek, azért nem adtak kitüntetést, azért halál járt. Ezért Saulnak sokkal könnyebb volt lenni, mint Pálnak. Pálnak nehéz volt lenni. És Pálnak annyira nehéz volt lenni, hogy a testvéreit is megosztotta. Nem olvassuk, hogy a 12 apostol egyenlő arányban és egyöntető örömmel fogadta. Azt említi meg Pál, hogy Péterrel meg Jakabbal jó kapcsolatot alakítottam ki. Hát de lehet, hogy a többiek utálták. Egy nehéz helyzet volt. A közvetlen munkatársai néha elfordultak tőle. Ott van a Pál és a Barnabásnak a vitája. De Pál egyszer se jutott eszébe, hogy a hit nemes harcát arra fordítsa, hogy megátkozza a környezetét. És ezért nagyon fontos, barátaim, a hit nemes harca az erről szól, hogy elkerüljük a látszatot, egyszerűen nem lehet a látszatot az idők végéig fenntartani. Ebből korrekt volt Orpa, mert nem akarta a látszatot fenntartani. És tudjátok,
Az igazi döntés az nagyon komoly változásokkal jár. Ezért néha reszketünk meghozni a döntéseket. Még felnőttként is reszketünk dönteni lakóhely kérdésébe, ebben, abban, munkahelyváltásban reszketünk dönteni. Miért? Mert egy döntés komoly változásokkal jár. Ma sokan csak úgy döntenek és elszaladnak külföldre, de higgyétek el, hogy egy ilyen döntés nagyon komoly változásokkal jár. Rettentő komoly változásokkal, különösen az embernek családja van. A Filippi levélből szeretnék felolvasni egy igét. Filippi levél 3. rész. Filippi 3. rész, 7. verstől. Következőt mondja Pál. De amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem. Sőt, annak felette kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusba való hit által, Istentől való igazságom van. Nagyon mély dolgokat mond Pál. Figyeljetek, Pál abban a korban egy nagyon-nagyon komoly tanító volt. Egy egyik helyen megemlíti az ige, ő magáról megemlíti, hogy az Mózesnek az 5 könyvét tudta kívülről. Hát próbáld meg azt benyalni most, csak úgy jövő ilyenkor kikérdezem, jó? Valaki próbálja meg. De nincs rontás, egy A, egy betű, egy vesz, egy pontocska nem lehet hiba, mert tudjátok, aki valamit elhagy belőle, van a nyek. Tudta kívülről. Fújta, idézte, és azt mondja, hogy mindent, amit tudtam, mindent, amit tanultam, azt kárnak, szemétnek ítélem, és igyekszem elhagyni, kiért? Krisztusért. Nagyon sokszor az ismeret alapon működő teológusok, vezetők, pásztorok, tanítók azért nem tudnak megváltozni, és azért ők is félutas keresztények maradnak, mert egy idő után nem segít rajtad a tudás és az ismeret. Nem segít az rajtad, hogy tudod, hogy ki Jézus Krisztus. Ott voltak a ki és Kéva fiai. Elmentek, azzal a lendülettel mentek, hogy ők most már a démonoknak is kicsavarják a kezüket, lábukat, mert ők most már képben vannak. És odaállnak a démonizált ember elé, és akkor mondja a démonizált ember, hogy Jézus Krisztust ismerjük. Párról hallottunk, tudunk róla. Na de hogy ti, kik a bánatok vagytok, azt nem tudjuk. Pedig ők mit gondoltak magukról? Istenfélő, Isten szerető, kemény emberek vagyunk, a sátán megtapossuk, így kicsavarjuk, úgy kicsavarjuk, így kitekerjük, aztán mi lett velük? Olvassátok el a történetet. És itt azt mondja, hogy Pálról már hallottunk. Miért hallottak Pálról? Azért, mert Pál olyan nagyon csodákat cselekedett. Lehet, de én szerintem azért hallottak Pálról, mert Pál egyszerűen hűséges volt az Isten igéhez. És ez a hűség tette őt Pállá. És Rút ugye egészen más volt. Rút azt mondta, hogy ez a döntés hiányzott Orpából, hogy mindent veszni hagy. Ez nagyon hiányzott. Ez Rútban benne volt. És itt hangzik el, ugye nem akarom újra idézni, de itt hangzik el az, hogy ahová te mész. Az mit jelent? Mindent ott hagyott. Tudjátok, csak egy kicsit éljétek bele ennek a Rút lánynak a helyébe magatokat, hogy megyek az ismeretlenbe, ahol alapból a származásom miatt utálni fognak. Megyek az ismeretlenbe, fiatal asszony vagyok, özvegyasszony. Egyrészt a kutyának se kellek, mert már özvegyasszony vagyok, pedig fiatal vagyok. Másrészt meg legfontosabb, azért nem kellek a kutyának se, mert moábita vagyok. Megyek az ismeretlenbe, mert még a saját földemen csak-csak megélek. De kell, melyik lesz az izraelita munkaadó, aki ad egy moáb lánynak munkát? Melyik lesz az izraelita férfi, aki szerelmes lesz belém és elvesz feleségül? Ezért nézzétek meg, hová ment Rút. A Rút, amikor majd jövő héten beszélek erről, amikor ugye arattak, akkor mit csinált Rút? Ma is lehet látni, amikor elmegy a kombájn, és elhagyja a kukoricát, akkor sokan utána zsákokkal mennek és szedik össze a kukoricát. Kik azok az emberek, akik szedik össze a kukoricát? Hát akik lehet, hogy nem tudják megvenni a boltba. És ez a Rút ilyen munkát vállalt. Ő nem kalkulált azzal, hogy lesz egy Boáz. Ő nem kalkulált azzal, hogy lesz egy olyan ember, aki fittyet hány a kornak a szabályaira, és figyeli, barátaim, Boáznak megindította az Isten a szívét. Boáz nem tudott Rútról, Boáznak szólt az Isten,
Nem írja a Biblia, de nem tartom kizártnak, hogy még angyal is megjelen neki, mert ez egy óriási változás volt, hogy egy Moab lánynak adjál munkát, aztán szerelmes leszel bele, aztán elveszett feleségül. Testvéreim, ez legalább akkora volt abban a korban, mint Máriának megmagyarázni, hogy szeplőtelenül fogantatott. Ez legalább akkora volt abban a korban. Legalább. És ezért Ruth komolyan vette, Ruth komoly döntést hozott. Barátaim, a félutas kereszténységet mindig az okozza, hogy nem hozunk komoly döntést. Ezért sajnos sokszor az elmúlt évtizedek megtéréseit ki kell dobni a kukába. Miért? Mert nem volt komoly döntés. Mert érzelmi alapon lett meghozva, jó volt a zene. Testvérem, egy jó zenére, akárki énekli, elsírod magad. Én ma jöttem le, és meghallgattam a Hofinak a Kiöregedett vadászkutya című dalát. Barátaim, folytak a könnyeim. Megrázó volt, ahogy mondja. Szóval megrázó volt, és ahogy mondta, hogy ugatni még szabad, mint a magamat látnám, hogy végre lehet ugatni. Akartam is mondani a feleségemnek, ha még itt a földi létemben meghallok, én nekem a teretésemben a Kiöregedett vadászkutyát kell lejátszani. Nem kell nekem a Requiem, meg a Bach összes, hanem nekem a Kiöregedett vadászkutya. És ennyi. Az a dal 4 perc, 42 másodperc, és ott köszönjünk is el egymástól, mindenki menjen boldogan haza. Én meg csaholok, meg ugatok tovább a mennybe, Isten kegyelméből. Egy dal megérinti, megrázza az embernek a szívét, barátaim. Egy jól beszélő ember tud az érzelmekre hatni. Hányszor van az, amikor hallod az igét, és ott, ahol hallod, abban a pillanatban elhatározod, hogy holnaptól minden megváltozik. Csak holnap van a baj, mert nem változik meg. Ezért ilyen érzelmi döntéseket hozunk, de ugye Orpa ilyet hozott. Hát, ha már megy Ruth is, sodródott Ruth-tal, meg sodródott Naomival. Ruth meg az volt, Ruth meg hozott döntés, hogy nem számít. Mindegy, mi történik. Ha Naomi meghal, akkor is visszamegyek Betlehembe. Figyeljetek, ez akkor is visszament volna, ha Naomi dob egy hátast az úton. És akkor mit mondott volna? Sziasztok, én vagyok Ruth. Na, és te meg ki a túró vagy? Hát én vagyok, tudjátok, a Naominak. És mi van? Hol van Naomi? Megölted, mi? Fiaival, férjével együtt. Mocskos Moábita. Ez akkor is visszament volna. Miért? Mert döntést hozott Naomi Istenem mellett. De jó lenne, így tudnánk élni az életünket, mint Naomi. Értitek, hogy nem kéne kiköpni a tüdőnket, csak megyünk, és az emberek hozzák a döntést Krisztus mellett. De azt hogy fogják meghozni? Hát úgy, hogy látnak bennünket helyzetekbe viselkedni. Másképp nem fogják tudni meghozni a döntést. Hogy mit mondunk nekik, meg mit mesélünk, az kevés lesz. És ezért Orpa sodródott, ezért csak felhívom a figyelmeteket, hogy a sodródás az még nem döntés. A Biblia következőt mondja, életünk elfolyt idejében, úgy is fordíthatom, hogy életed sodródott idejében hülyeségeket cselekedtünk. Mikor változik meg a hülyeség cselekedés? Amikor döntést hozunk. És ezért én mindenkit döntéshozatalra, csak ma úgy félnek az emberek a döntéstől, reszketnek a döntéstől, nem merik meghozni a döntést, nem merik kimondani, hogy ezt szeretném tenni, vállalva, miért nem merik kimondani, mert bizonytalanok, mert az emberek egy döntésnek a jó részét, azt merszélességgel vállalják, de a rossz részét, értsétek meg, minden döntésnek van jó és rossz hozadéka is. Amikor megházasodsz, annak van egy jó hozadéka, egy nagyon jó hozadéka, de közben... Én amikor megházasodtam, elvittem a nagymamámhoz bemutatni a feleségemet. Életében akkor látta a nagymamám először. És nem fogom kimondani, hogy mit mondott a nagymamám, de megkérdezte, hogy ki ez a... Most mindenki azt gondol közben, amit akar. De hangsúlyozom, nem az volt, hogy ez a szép, csodálatos kisasszony. Nem ez volt. És akkor mondom, hát mama, hát miért mondott te prostituáltnak az én feleségem? A mama, ez egy szűz lány. Hát én leszek az első, aki érintem. Te meg itt mindjárt leprostizod, úgyhogy nem is ismered, mama. Hát drága mama, hát hogy lesz ebből kapcsolat? Hát mama, hát hogy jövök én rántótus tenni hozzád? Hát mi lesz ebből, mama? Egyik örült, a másik nem örült. És ezért nagyon fontos, hogy abba kell hagyni a sodródást. Ma ezt látom a keresztényekben, hogy sodródnak, irányvonalakkal sodródnak. Most arra sodródok, most arra, most jólét, most jól élünk, most arra, most kegyelem felé sodródunk.
Majd mikor merre sodródik? De a döntés és a sodródás között nagyon nagy különbség van. Nagyon nagy különbség van. És látod, hogy sodródni lehet gyülekezettel, hamis istenképekkel, személyekkel lehet sodródni, hát annyi személy sodor el embereket. Annyi személynek a hülyesége sodorja el embereknek az ezreit, és teszi tönkre az életét. Miért? Mert dönteni kell, és nem sodródni. És Ruth azért tudott dönteni, mert nem csak Naomit látta, hanem Ruth bizony látta és megismerte Naominak az Istenét. Naomiért ezt nem tudta volna megtenni, csak azért tudta megtenni. És ezért, barátaim, a hűség csak akkor működik, ha Isten megismerted. A hűséget nem lehet megtanulni. A hűséget nem lehet kiolvasni egy könyvből. Sőt, a hűséget nem lehet megtanulni embertől sem. A hűséget csak az Isten ismerete, az Isten valóságos megismerése építi ki az emberben. Nem jön létre másképp. Kizárólag így jön létre. És ezért a hűségben izmosodik az ember, a hűségben születnek a győzelmek, a hűségben a régi természet, a régi gondolkodás, az megbukik és győz az új helyette, hűség nélkül pedig az ember, próbálok egy új szakszót bevezetni, elhívősödik. Vagy hívő esedik, mindegy, hívősödik, így jobb. Elhívősödik az ember hűség nélkül. Az mit jelent, hogy elhívősödik? Azt jelenti, barátaim, hogyha elhívősödünk, egy baj van azzal, nagyon szépen mutat az hetekig, hónapokig, évekig, az elhívősödés egy helyben, egy helyzetben bukik, amikor kritikus helyzetbe kerül az életed. Akkor bukik. Akkor csak a hűség. Mert ott a hűség az Istenben kapaszkodik. Kritikus helyzetben bukik az elhívősi esedés. Abszolút megbukik. Nem tudsz vele mit kezdeni. Nem tudsz majd egy kritikus, az életed mély pontján nem tudsz a gyülekezetednek a hülyébnél hülyébb tanításaival mit kezdeni. Az életednek a mély pontján, a kritikus ponton egyet tudsz tenni, hogy leborulsz, és azt mondod, hogy Istenem, én hűséges voltam hozzád, emlékezz meg rólam. Ennyit tudsz tenni. Mert legtöbbször az életed kritikus pontján azokkal, akik sodródtál, nincsenek is veled. Vagy már rég kidobtak azért, mert kritikus ponton van az életed. És hogy lehet egy hívőnek kritikus ponton az élet, amikor csak áldásnak kéne, hogy jöjjön? És ezért nagyon fontos, hogy az elhívősödést a hűséggel lehet, barátaim, kiküszöbölni. 84. Zsoltár mit mond? Erőről erőre, győzelemről győzelemre jutunk. És nem az egyéni érdekekből jutunk erőről erőre és győzelemről győzelemre. Ezért nagy felelőssége van, barátaim, nagy felelősségünk van mindannyiunknak, hogy miről beszélünk az embereknek. Mert az embereket befolyásoló dolgok, ha az embereket olyanra tanítjuk, amik nem a hűségre, nem az Istenhez való hűségre vezetik őket, akkor a kritikus pontokon nagyon sokan meg fognak bukni. És Isten ma azért adja a kritikus pontokat, hogy dönthessünk hűség mellett, hogy hűségesek lehessünk. Barátom, egy házasságot a kritikus pontok erősítenek meg. Az az ember, aki a kritikus ponton, mert az egyik házastársa mondjuk lebetegszik, és gondozni kell, etetni kell, és beadja idősek otthonába, vagy mit tudom én, kórházba, és ki úgy lép ki ebből a kapcsolatból, hogy közben elmegy egy másikhoz, mert ő neki nincs kedve gondolni. Ugye Jób a következőt mondta a feleségének, asszony, ha a jót el tudtuk venni Istentől, akkor miért félünk elvenni a rosszat? Ugyanaz az Isten adja. Hát ki fog belőle hozni? És ezért értsétek meg, az úton maradás az attól függ, hogy az ember milyen bele gyökerezik a hűségbe. Ezért mondja a Biblia, hogy aki egyszer megízlelte, egyszer átitatta az Isten felé való hűség, az akárhányszor is elesik, fel fog állni. Miért? Mert a szívéből nem lehet kiűzni, kigyötörni, kiégetni. A sodródást pillanatok alatt ki lehet. Egy új helyzet elfordítja, de a hűség, ami az Isten felé való elkötelezettséget nem lehet kilopni, és nem lehet kidobni az embernek a szívéből. És ezért az Istenhez, barátaim, a hűség vezet, semmi más.
Nagyon nagy kérdés, hogy mi lett Orpával. Csak jelezni szeretném, hogy ez a két özvegyasszony, fiatal özvegyasszony, teljesen egyenlő esélyekkel indult. Mind a kettőnek Naomi volt az anyósa, mind a kettő Betlehem felé tartott. A szörnyű helyzet az, hogy Orpáról nem tudunk többet. Nem ír többet róla a Biblia. Rútról írogat. Volt valami különleges Rútban, megváltoztatta, meg tudta változtatni a születési anyakönyvi kivonatát, még körülmetélkedni se tudott szegény, mert nő volt. Tehát még így még betérni se tudott az izraelita vallásba, csak ugye a férjén keresztül. Egyszerűen a szívében levő Isten iránti hűség hazavezette Istenhez. És ezért én arra bátorítalak benneteket, hogy az élő Isten nagyságát, az élő Istenbe vetett bizalmat nagyon sokszor nem érezzük. Nagyon sokszor lehetetlen helyzetekbe kerülünk, de egyszerűen a hűség az tovább lendít bennünket mindenféle nehéz helyzeten. A Betlehem felé vezető úton, barátaim, mindig közbe fog jönni valami. És ahogy közeledünk a vőlegény érkezéséhez, egyre több minden jön majd közbe. Ezen az úton egy kicsit sokasodni fognak a problémák, a nehézségek. Ezen az úton már nem lesz, ezen az úton már nehezebben tudod megélni majd a hitedet. Mert lehet, hogy egyre többen dobálják a sarat. Ezen az úton majd nagyon sokszor te is fölteszed a kérdést magadnak, hogy érdemes a széllel szembe menni, érdemes hűségesnek lenni, érdemes nem sodródni. Ezen az úton nagyon sok kérdés felmerül, de azt látjuk, hogy csak az jut el Betlehembe, aki hűséges és végigmegy. Tudjátok, Rút nem tudta, Rút megérkezett Betlehembe a nagy bizonytalanságra. Az első, amin megdöbben, hogy nem ismerik föl Naomit. Naomi mondja, hogy majd visszamegyünk a falumba, majd ott a falumba az Isten újra megáld bennünket, lesz kenyér, mert azt hallottam, ugye olvassuk az előző részekbe, és amikor megérkezik, akkor ki? Na, ez lenne Naomi? Az, akibe bízott, az, akibe kapaszkodott, tehát Rútnak ott el kellett volna szaladni Orpa után. De nem Rút, nem Naomiba bízott, hanem tudta, hogy az Isten meg fogja szabadítani őt. Két asszony betéved egy faluba, egy városba, ahol nincs se férjük, se kapcsolatuk, semmiük, ott állnak barátaim egy kis batyúval. Ebből a helyzetből indulnak. Ebben a helyzetben kell bízniuk az Istenben. Vert a helyzet. Senki nem fogja őket elvenni. Az egyik egy öreg asszony, a másik pedig egy moábita özvegyasszony. Teljesen vert a helyzet. És mégis azt mondja a Rút, hogy ahová te mész, oda megyek én is. Ahol te megállsz, ott megállok én is. És akkor még nem tudták, hogy fog folytatódni a történetük. Ezért, barátaim, nem elég félig végigjárni az utat, hanem ezen az úton végig kell menni, akármi is van ezen az úton, végig kell menni. Mik voltak az akadályai az út végigjárásának? Először is, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a Betlehem felé vezető úton, ahogy közeledünk Betlehem felé, ahogy közeledünk a végcél felé, a félelem lesz a legnagyobb akadály. Félelem a jövőtől, félelem emberektől, félelem sokszor az embernek saját magától, és egyszerűen félem attól, hogy mi vár ránk. Hát hány szülő gyötrődik abban, hogy születnek a gyerekek, és akkor hogy fogom felnevelni őket? Én alig vártam, hogy felneveljem őket. Erre jön egy pici, és újra kezdem. Épp valamelyik nap mondtam neki, hogy fel fogunk nevelni téged is. És örültem, mert mondom, négy nagyot felneveltünk, el lehet őket engedni. De most megint izgulok értük, mert most valahogy pályára kell álljanak. Aztán majd megint izgulok értük, tehát az ember mindig ilyen bizonytalanságnak van kitéve. És ezért, barátaim, a Betlehem vezető út még ilyen, hogy valóban sokszor elgondolkodik az ember rajta, hogy tényleg köztünk van az Isten. Tényleg nem azok között, akik átkozzák a másikat, és tényleg nem azok között, akik látványosan annyian vannak. Tényleg köztünk lenne az Isten? Ez lenne az Isten? Itt néhányunkat rugdos hétről hétre. Ezért félünk, sokszor félünk.
Félünk az elveszéstől, félünk az ismeretlentől, félünk a bizonytalanságtól, és az egész igéjét Isten úgy alkotta meg, értitek, ilyeneket mondta, hogy nem a ti dolgotok. És akkor kikérem magamnak, miért nem az én dolgom tudni, hogy mi lesz velem 5 év múlva, hát ki, ha nem az enyém? Miért nem mondod meg, ha tudod? Mit fukarkodsz? Mondd már meg! Ki lesz a férjem, ki lesz a, nem nekem, ki lesz? Mi lesz? Megmarad-e a munkahelyem? Ki tudom-e fizetni az adósság? Mi lesz? Barátom lesz a végrehajtó, vagy ellenségem? Mi lesz? Mi lesz? Megmarad az ország? Nem marad meg? Mi lesz velem? Hát tele vagyunk ilyen bizonytalanságokkal, és a félelem, ami megöli a hitet, és megöli a hűséget is. Ezért Jézus, nézzétek meg, ha megnézitek Jézus szolgálatát, én csináltam egy ilyen kísérletet, majd nézzétek meg, szánjátok oda egy pár napotokat, mert rámegy egy pár nap, a ne féljetek szó összetételt mondta ki Jézus a földi élete során a legtöbbször. A ne féljeteket. Miért? Há, biztos véletlen. Beragadt neki a lemez. Ó, ijeszgetni akart bennünket. Nem, azért, mert tudta, hogy az abszemet mindig ott hordozzuk. Valamikor összepréseljük és lisztet csinálunk belőle, valamikor csak tartjuk, és ritkán engedjük el. És ezért a jövő az mindig ezért bizonytalan. Ezért az ember mit tudakol a legjobban? A jövőjét. A jövendőmondók, a jósok, az egy örök, amíg az ember lesz, az a munkahely megmarad. Mert az emberek a jövőjüket szeretnék tudni. És ezért a félelem az, amitől... És mikor nem félünk? Hát a félelmet mi tudja legyőzni? A bizalom, a hit. Én nem félek a feleségemtől, hogy megyek haza, és akkor csak jön egy nagy késsel, és elvágja a nyakamat. És nem úgy megyek be, amikor megyek haza, hogy így lehúzom magam, betekerem a nyakamra a jó vastag sálat, és így figyelek, így osonok befelé, vagy kúszok. Hanem bátran bemegyek, így mutatom a nyakamat. Miért? Hát nem fogja elvágni. Mondod, azért hagysam le a fejemet. De nem fogja. Nem. Bátran így kinyújtom, ilyen hülye testtartásba. Miért? Mert nem fogja. Megbízom benne, éjjel nem nézem, hogy beleönti a számba a vizet, vagy nem. Mi lesz? Ső, ébren alszom. Aludtam, egy hónapig aludtam két rablógyilkos között. Hárman aludtunk egy ágyon. Nem azért, mert szerettük egymást, csak így dobta a gép. Hát barátaim, nem sokat aludtam. Figyeltem. De nem tudtam, erre figyeljek. Mert jobbról is, meg balról is ugyanaz volt a helyzet. Néztem fölfelé az egekre, emeltem a szememet. Istenem, nem igaz. Nappal aludtam. Hála Istennek, nappal mozogtak. Hogy tudod kibírni? Hogy tudsz hinni az igének, ha bízol Istenben? Barátaim, a hit nem az, hogy hiszek abban, hogy az Isten megáll. Hiszek abban, hogy az Isten ezt meg ezt megteszi. A hit az, hogy amit az Isten kimond, abban bízok. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem lehet, hogy Isten ezt akarja. De Isten azt mondta, hogy szeresd az ellenségedet. Ebben mit kell csinálni? Mit tudsz kezdeni ezzel a mondattal? Mondd meg nekem, mit tudsz kezdeni? Semmit. Mit tudsz vele csinálni? Ezt mondta az Isten, hogy miért? Nem magyarázta meg senkinek. Ezt mondta. Írd a kérdéseidet, és majd ha föl leszel a mennyben, tedd föl. Ott már mindig veled lesz, örökké. És felteheted, uram, ugyan itt vagyunk a mennyben, én egy hűséges magyar ember vagyok, annak ellenére, hogy idehoztál, én a kérdéseimre választ szeretnék kapni. Miért mondtad azt, hogy szeressem az ellenségét? És különben is az a három, akit nagyon utáltam, az mit keres itt? Nem fogod tudni megérteni ezt. Ebben mit tudok csinálni? Csak bízni benne, hogy ő jót akar nekem. Bízni benne, hogy nem véletlen mondta. Bízni. Mikor azt mondod, hogy ha ütnek, akkor ne támadj vissza. Ugye nem érj megelőző csapást az ellenségedre, mint amit mostában hirdetnek, igen hirdetők, hanem azt mondja, ő mit mondott? Tartsd oda a másikat. Hát most barátaim, egészséges férfiként, ki az a hülye, amikor pofozzák, akkor mi lehetne még egyet? Mit jelent ez? Nem szó szerint ezt jelenti, hanem az, hogy nem ütsz állandóan vissza. Ha éred sérelem, akkor azt nem egy másik sérelemmel akarod megtorolni. Ha beszólnak, akkor nem mindjárt visszaírsz neki, lendületből. Ugye ma erről szól a Facebook, egyik beszól a másiknak, és ha nincs önuralma, akkor visszaír neki. A te anyádat, szegény anyák ott forognak a Facebookon. Én ezért nem megyek Facebookra, mert én ezt lelkileg nem bírnám. Én az anyázok táborában lenném, őszintén mondom nektek.
Én azzal tudom megelőzni, hogy nem megyek föl rá. Nem tudnék vele mit kezdeni. Szegény édesanyám, meg hát így is megvan a maga baja, most még rángassam bele egy ilyen Facebook buliba, azt se tudná, hogy miért van rosszul. Pál mit mond? Az embereket fogva tartja nagyon sokszor a múltja. Szívesen visszanéz az ember, gondolja csak ilyen nosztalgikus hangulatodba. Jaj, amikor még az Isten betöltött. Jaj, amikor még az Isten meghallgatott. Jaj, amikor még az Isten élt. De jó időszak volt. Ilyen nosztalgiákba megyünk. Jaj, amikor még az Isten szeretett. Pál mit mond? Ami mögöttem van, elfelejtem. Elfelejtem. És ami előttem van, annak célegyenesen nekifekszek. Mit tudsz kezdeni azzal, ami mögötted van? Mit tudsz kezdeni? Az ég adta a világon semmit. Ezért nagyon sokszor, amikor az ember dolgokhoz kötődik, személyekhez kötődik, barátaim, abban hibáztunk az elmúlt években, hogy kötődtünk személyhez, de nem Jézus személyhez kötöttünk. Most a csere csak annyi kéne, és ezt tudom, hogy nehéz, miért? Mert Jézus egy baromi veszélyes fickó. Az a mozgó pásztorod, az kiszámíthatóbb. De Jézus egy veszélyes fickó. Pálhoz se szerettek kötődni. Miért? Mert veszélyes volt. Azt, hogy hú, bemegyünk Aténba. Aténba bemegyünk és hirdetjük Jézust. Pál, hülye vagy? Aténba? Aténba ki van tiltva Jézus? Oda bemehet Zeus, mindenki, de Jézus nem mehet be. Péterhez se lettek csatlakozni. Miért? Mert kiállunk és hirdetjük Krisztust. De most be van tiltva, a császár betiltotta. Nem lehet. Nem szeretnek csatlakozni. Jézushoz veszélyes csatlakozni. Nem is volt nagy a csapat a végére. Nem töltötte volna meg a Puskás arénát a végére, akik Jézus körül maradtak. A kis Grundon bőven elég lett volna focizni. Nem. Ennyien maradtak vele. Ezért, barátaim, meg kell tanulnunk kötődni nem dolgokhoz, nem tárgyakhoz, nem ehhez, ahhoz, amahoz, hanem Jézus Krisztushoz kell kötődnünk Isten kegyelméből. Filippi levél 3. rész 7. 9. versben azt mondja, amik egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért minek ítéli? Kárnak és szemétnek ítéli. Ez egy nagyon fontos kijelentés. És ezért, barátaim, ott vagyunk, hogy ma tele vagyunk megrekedt emberekkel, tele vagyunk tovább lépni félő emberekkel, sokaknak tovább lépnének, de az útjukat állják, és akik keresik Jézust, ezért van egy nagy áldogálás is, és ezért, barátaim, ugyanúgy vagyunk, ahogy a magvető példázatában, hogy nagyon sokan úgy vagyunk, hogy halljuk az igét, örömmel vesszük, de a próbatétel elszakít bennünket. Ugye a magvető példázata, és ezzel fejezném be, szinte Jézus azt mondja, hogy egy esetben tudott megmaradni hűségesnek, ha behult az ige a szívébe, és az igazság mellett hűséges volt, mert azt mondja a magvető példázatából, ugye a 4 esetből 3, ugye a 3G, mint a mobiltelefonnál, ugye az életnek a gondja, gazdagsága, gyönyörűsége, ugye ez mit csinált? Megölte az Istenbe vetett hűséget. Ha egyesével megnéztek, az élet gondja meg tudja ölni az Istenbe vetett hűséget? Szerintem meg tudja. Én látom. Nagyon sok esetben egy haláleset, egy szerettének az elvesztése megöli a gond, meg tudja ölni az Istenbe vetett hűséget. A gazdagság meg tudja ölni az Istenbe vetett hűséget? Hát, ezt, hála Istennek, ezt a mesterünk is megerősíti. Hogy a gazdag embernek bizony nehéz bemenni. Nem önmagában a gazdagság, hanem amit az hoz. Az életbe vetett, az életnek a gyönyörűség, amikor az ember szereti a világot, az meg tudja ölni az Istenbe vetett hűséget, tökéletesen meg tudja ölni. Hát barátaim, az élet kínál mindent. Most valamelyik nap elkezdtem összegyűjteni, mert mellettünk a szomszéd faluban már nem tudtak mit kitalálni, és nem tudom, mi volt, kolbász, meg szalonna, vagy mi volt? Kolbász és szalonna fesztivál. Tehát ugye halászlé fesztivál, töltött káposzta fesztivál, lecsó fesztivál, paprika fesztivál, medvehagyma fesztivál. Most kolbász és szalonna. Nem tudom még mi marad üresen, de gyakorlatilag orba szájba kínálják az embereknek a jobbnál jobb dolgokat, programokat, wellnesseket, stb. Már most már nem is a télapóra gyűjtünk meg a karácsonyra, már a húsvétra. Az egyik helyen ilyen egy cégnél ilyen csomagokat jótékonykodni akar, ugye minden cégvezető, és ilyen csomagokat küldenek ki szegények felé, és a csomagok tele voltak húsvéti nyulakkal.
Szóval azért ez pofa kell, nem? Megpakolja a tavalyi húsvét gyungyal, vagy a jövő évével, hát nem tudom, nem hinném. Habár lehet, hogy decemberben már boltokban lesz, ahogy ma sietnek. Szerintem lehet, hogy ott fog virítani a medve, vagy mi edve, a télapó mellett a nyuszka. Ezért barátaim, az élet gyönyörűsége, meg tudja. Hát nagyon sokszor Nyugat-Európának mi a csődje? Nyugat-Európa miért nem fordul Krisztus felé, mert azt mondja, hogy mi? Ha mi? Ha mi? Hát 4000 eurós fizetésem van. A hülye török, a hülye magyar, a hülye dolgozik nekem. Hát mi baj lehet? Van autó, megyek nyaralni Maldívra, amíg el nem nyeri a víz. Hát mi bajom lesz? Boldog vagyok. Hát minek kell nekem Isten? Hát gyönyörű az élet. Hát gyönyörű. Ezért ez a három öli meg az emberben a hűséget. Az élet gondja, gazdagsága és gyönyörűsége. Ezért ugye, most akkor melyik ujjamat harapom meg, akkor miért imádkozzak? Uram, ne legyen gondom? Á, lesz. Uram, ne legyen gyönyörű az életem? Há, hülye nem vagyok. Hát szeretném. Uram, ne legyen pénzem? Há, hülye megint nem vagyok. De azt mondja Isten, hogy ez nem segít. A hűséget ez nem alakítja ki. Annyira, ugye így fejezi be Jézus, és én is ezzel szeretném befejezni, a Máté 24:13, ugye Jézus azt mondja, hogy aki mindvégig álhatatos marad, magyarul, aki mindvégig hűséges marad. Kihez? Istenhez. Az meglátja az Úrnak a szabadítását. Ezért én bátorítani szerettelek volna csak benneteket, hogy ezzel a történettel, hogy poroljátok le ezekről a régi, de nagyon sokat mondó kijelentésekről, mint hűség. Nyugodtan fújjátok le róla a port, mert olyan idők következnek, amikor ez fog bennünket megtartani. Akkor megnéztem ezt a román keresztényekről ezt a filmet, amikor 13-14 évig be voltak zárva. Épp itt beszélgettünk egyik szerdán róla, és ugye őnekik nem nyújtottak be Bibliát. Biztosak lehettek benne, hogy minden tiltva volt, ami Istennel kapcsolatos. Még naponta napjába párszor el is verték őket, de úgy verték el őket, hogy ne halljanak bele. Olyan helyen ütötték őket, ugye a talpukon, ahol nem tudtak belehalni, de napjába rongyá verték őket. Bejátszották neki a felesége hangját, ahogy verik össze a saját feleségét, és hallotta, hogy visít a felesége. Tehát ilyeneket játszottak be. Szerintetek mi az, ami megtartotta őket 14 évig? A hűség. A hűség. Hányszor feltette a kérdést, hogy van Isten? Szétverik a gyerekét, szétütik, halára verik a gyerekét elő, egy ütéssel szétlocsanták a gyerekét előtte. Felteszi a kérdést, hogy van Isten? Értsetek meg, ezt számtalanszor fel fogjuk mi is tenni. Lesz olyan élethelyzet, amikor ezt feltesszük. A hűség tud bennünket továbbvinni. Ezért mélységesen fáj a szívem, hogy azok, akik hűséggel kezdték, azok a hűséget karrierre cserélték az egyházban. És a karriert fontosabbnak tartották, mint az Istennek a hűségét. Az Istenhez való hűséget. És nagyon sok ember számára ez vonzó volt. Sokkal vonzóbb a karrier. Karrier az egy vonzóbb dolog, mint a hűség. De Isten nem karriert fog velünk. A mi karrierünk az lesz, hogy megláthatjuk őt színről színre. De ez a karrierhez, a jövő héten megnézzük Ruthnak, hogy mi okozta a karrierjét, mert Ruth befutott egy jó pályát. Barátaim, a Ruth karrierjéhez, az Istentől való karrierhez a hűség vezet. Semmi más. Semmi más. Kizárólag az Istenbe vetett hűség. Ezért alakultak ilyen arcok, mint a Hitteus Uriás. Nekem ő a hűségnek a Ruth mellett az egyik mintapéldája. Aki hazamegy fél év után a csatából, és bent az ajtó előtt vonaglik. Gyönyörű szép fehér neműbe a felesége. És súgja ki neki, hogy gyere szívem, gyere szívem, gyere szívem. Ez meg fekszik az ajtó előtt a saját házába a kövön. És azt mondta, hogy nem megyek be. Hát a katonatársaim kint harcolnak a mezőn. Hát harcolunk az országért, a királyért. És fel se fogta, hogy épp az a király csalt a törbe, akiért ő hűséges. Ez nem befolyásolta őt.
Meggyőződésem, ha tudta volna, akkor se befolyásolta volna őt. És tele van a Biblia ilyen hűséges emberekkel. És ez a hűség vezeti el az embert az Isten megtapasztalásáig, az Isten jelenlétéig. És ezért lehet megérteni, hogy sok próbán, sok nehézségen mentek keresztül. Gondoljátok, az apostolok nem mondhatták el, hogy milyen hülyék voltunk mi, hogy keresztények lettünk. Milyen jó volt halászni. Nyugodt tenger, napsütés, keszek sültve, milyen finom, citrommal megszórva. Most találtam a Balatonparton egy kricsnit, mert ez a sok gyógyegér már az összes jó ilyen halassat lebontja, mindenhol ilyen szupermarketek épülnek, és találtam egy kricsnit tihany előtt. Borzalmas lassú, meg borzalmas sokat kell várni, de olyan halat sütnek, hogy már az volt bennem, hogy ettem, hogy elmegyek halásznak. Mi gondom lesz? Kievezek a Balaton kellős közepére, úgyse tudom, hogy mit fogok, mert nem ismerem. Lógatom be a botomat, ne értsétek félre, egész nap. Halászok, milyen jó élet ez? Hát ezek is átgondolták, értitek? Hát nem volt gondjuk, nem volt a napi gondok, a hülyeségeknek a állandóan a kezelése, stb. Ültek egy csónakba. És mégis azt mondták, hogy nem, megérte. Mert a csónakhoz hiába lettek hülyek. Vagy a Galileai tóhoz hiába lettek volna hűségesek. De megérte az Istenhez hűségesnek lenni. Ezért bátorítalak benneteket, hogy akármilyen nehéz is lesz a hűség, ne engedjétek, hogy beporosodjon. Énekeljünk el egy dalt. Befejezés.